Még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézze minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. A solymári iskola történet 1736 óta íródik, akkor természetesen még nem Hunyadi Mátyás német nemzetiségi általános iskola, alapfokú művészeti iskola néven futott, és természetesen nem Zolcsák Istvánnak hívták az iskola az intézmény vezetőjét. Igazgató úrnak hányadik ciklusa ez ebben az iskolában? Hát ebben az iskolában első ciklusom, korábban én Pest Erzsébeten három ciklust vittem végig iskolaigatóként. Tehát a rutinos iskolavezető. Igen, annak is nevezhetjük, hogy mondhatjuk. Ide véletlen kapcsán kerültem, megmondom őszintén. Úgy, hogy megpályáztam a Solymár Nagyközség oktatási referensi állását, megnyertem, és referensként dolgoztam a hivatalban. Az elődöm viszont élt ezzel a 40 éves nyugdíjazási lehetőséggel, de ezt ugye június végén döntött el igazán. A tanévet meg augusztusban már úgy teszik, elő kell készíteni. Igen. És alpolgármester akkor kért meg arra, hogy mert a két helyettese közben lemondott, tehát a SMS szerint nem volt, aki vigye a ügyeket, és megkért, hogy vállaljam el. Én akkor, ugye ez úgy működött, hogy át kell kerüljek állományba ebbe az iskolába, és megbízást kaptam a iskola vezetésére, és kértem, hogy közben írják ki a pályázatot, meg fogom pályázni, mert úgyhogy egy évig csináljam, annak nem látom értelmét, akkor vagy egy ciklus, vagy semmi. Ha megkapom a bizalmat, akkor örömmel végig fogom csinálni. Hát hála Istennek, vagy meglepetésem is talán, a tantestület 92%-a támogatta a pályázatomat, és így, ha úgy tetszik, örömmel vállaltam a megbízást, mert végül is akkor még a képviselőtestület döntött erről. Hányadik tanév ez? Nekem ez az utolsó előtti a megbízásomból, tehát még egy éven van, a megbízásomból 17. augusztus 15-ig szól. Nagy változást nem tudtam véghez vinni a koncepciómban, de abba az irányba haladok, megmondom őszintén. Már a pályázatomban leírtam, hogy meg kell határozni az irányokat. Ebben az iskolában a nyelvoktatás a legfontosabb. Ami német és angol is. A német nemzetiségi nyelv, nemzetiségi hagyományok ápolása, a nyelvoktatás, illetve az angol nyelv, ami hála Istennek azóta felfutott, és szép eredményeket tudunk magunk mögött, mert mind a két nyelv esetében a hatodikosaink mindegyike az A1-es szintű nyelvvizsgát teljesítette, úgy, hogy iskolai szinten 76%-ot értünk el, ugye 60% a minimum, ami teljesítendő, de vannak kiemelkedőink is, mert 9 gyerekünk 100%-ot teljesített ezen a nyelvvizsgán. A 8-os esetében is hasonló százalékot tudok mondani, az is 74%. Tehát azt mondom, hogy egyre jobban elérjük a kitűzött célokat. Mellette viszont még az informatikára helyezem a hangsúlyt. Óraszámok tekintetében központi óraszámok nehezen vagyunk ellátva, de a szabadsávot mi arra használjuk, hogy az informatikus oktatáshoz működjön már alsó tagozattól. Ez eszközigényes terület. Hogyan áll az iskola? Technikai szempontból gyatlán állunk, megmondom őszintén. Arra volt lehetőségem a korábbi években, hogy a meglévő számítógép parkot egy cseppet panelcserékkel fiatalítsuk, de most már túlhattuk, alig várom, hogy le tudjam őket cserélni. Kutatom a forrásokat, megmondom őszintén, itt az önkormányzat alapítványoktól kezdődően mindent igénybe veszek. Sok segítséget kapunk az önkormányzattól eszközbeszerzésre is, meg az alapítványtól, a Corvinus alapítványtól. Az iskola festői környezetben van, ezt a mellettünk lévő templomban éppen harangoznak, úgyhogy ebbe bele lehet szeretni. Mennyire más ide bejönni, dolgozni, mint a 15. kerületben, a fővárosi iskolában volt? Én őszinte vagyok, én örömmel megyek be az iskolába. Ide is, oda is örömmel mentem be. Ide is úgy pályáztam, hogy amikor a kollégák meghallgatása volt, a kollégák részben történt meghallgatásom, akkor is azt mondtam, hogy én azt szeretném, hogy minden kollega úgy lépne be az iskola kapuján, hogy onnantól csak iskola van. Mikor kilép, akkor meg már ne legyen iskola. Tehát valahogy érezze magát kellemesen a munkavégzés közben, és igazi pedagógusként működjön.
Én világéletemben a gyerekekért voltam, nagyon nagy gyerekszerető vagyok, és igyekszem minden gyerekből a képességei maximumát kihozni, és ezt kérem a kollégáktól is. Ez egyébként normális esetben az alap kéne, hogy legyen egy oktatási nevelési intézményben, de talán önöknél nem véletlen, hogy a honlapon azt a jelmondatot olvasni, hogy az iskola a gyermekekért van, a gyermek pedig a jövőt építi. Ön hozott-e új tanerőket ide az intézménybe, amikor kinevezték, vagy hozott anyagból dolgozik? Hozott anyagból kezdtem a itteni munkámat. Biztos, hogy amikor új tanuló felvételre kerül sor, akkor már viszont elbeszélgetek a jelöltekkel, és hát ennyi év gyakorlat után talán azt is mondhatom, hogy jó emberismerő lettem. Beszélgetés kapcsán már el tudom dönteni, hogy a pályázók közül ki lesz, akit fölveszek, és hála Istennek lekopogva nem választottam egyszer sem rosszul még. Mi a tanár úrnak, igazgató úrnak a szakja, mert hogy gondolom is a vezetőként is kell tanítani a korlátozott óraszámban? Én 1980-ig középiskolában tanítottam, ott szakrajztól kezdődően, tehát én műszaki végzettségűek eredetileg általános iskolában technika tantárgyat taníthatok, semmi mást. Itt végül is azban tudom a 2 heti kötelező órámat. Hát időnként gondban vagyok, mert valamikor akivel csoportbontás vagyunk társam, meg kell kérjem, hogy most vonja össze, mert éppen olyan fontos munkám, hogy nem tudom halasztani. Nem hiányzik a előfordul. Több tanítás, mert a gyerek szeretetét domborította ki. Nem viszi el nagyon a hivatal vezetés, hogy úgy mondjam, tehát a hivatalos munkák, adminisztráció? Hát ez rengeteg, ezt el kell ismerni, rengeteg elviszi. De igyekszem gyerekek között lenni, akár szünetekben vannak kedvenc osztályaim, ahová naponta beköszönök a gyerekekhez, lehetőleg mindenki bent legyen, tudják rólam azt, hogy papírfelszínt nem szeretek látni a padlón, de nem megszokott időpontban megyek, tehát hála Istennek elértem azt már, hogy úgy nagyjából a rendet, ami körülöttünk zajlik, megint rendszerető vagyok, azt a gyerekekre is át tudom plántálni. Azt terülj el akkor, hogy tud egy pedagógus, egy iskolavezető úgy tekintélyt kivívni a gyerekek részéről magával szemben, hogy ez nem kell felemelni a hangját, kiabálnia, durváskodnia. Csak úgy, hogy minden gyereket külön-külön, mint személyiséget kell kezelni, és minden gyerekhez ugye azon a hangon, azzal a hangsúlyjal, azzal a szövegkörnyezettel kell közelíteni, amit ő szívesen hall, ezáltal, hogy tetszik, barátjának fog tekinteni, el fog fogadni, és ha még nehezére esik, amit én kérek, hogy hajtsa végre, végre fogja hajtani, ha kiérdemlem tőle ezt a tiszteletet. Vannak barátaim ebben az iskolában is, gyerekek között, ezek az úgynevezett rosszabb magatartású gyerekek, akikkel négy szem közt leszoktam beszélgetni, és felajánlom a barátságomat. Ennek az az ára, hogy viszont többször nem hallok róla vissza olyan dolgot, hogy és valamikor önként jön a gyerek, hogy igazató bácsi, ezen a héten semmi probléma nem volt velem. Köszi, és tényleg hálásak a gyerekek. Ha értik, megérzik azt, hogy megérti a felnőtt őket is. És ilyenkor ugye tenni kell azok ellen, amelyek befolyásolják a gyereket negatív irányba. Ha ezt a családdal kell megbeszélni, akkor a családdal meg is beszélem. Nem egyszerűen előfordul, hogy fölhívom a kedves szülőt, hogy vagy beszélgessünk, vagy pedig telefonon közlöm a észrevételeimet, és fölhívom a figyelmet erre vagy arra, amit esetleg a családban a gyerek, mert a gyereknek több arca van. Én mindig mondom, minimum 3 arca van a gyereknek. Van egy iskolai, egy baráti kör és egy családban mutatott arc. Ezt mind a hármat egyszerre kell tudni látni, kezelni, akkor lesz az enyémé a gyerek. Milyen a gyerekállomány? Hány tanuló jár ide az iskolában? Csak a környékről járnak-e, vagy esetleg Budapestről hoznak ki gyerekeket, vagy a régióból? Hogy néz ez ki? És hát milyen szociológiai környezetből jönnek a gyerekek? Közvetlen környezetünkből járnak, tehát a szomszédközségből is, a másik keretben is vannak így gyerekek. A felvételi körzetünk viszont csak Solymár közökös területe. Hát most már ott tartunk, hogy nem tudunk lassan fölvenni kívülről gyerekeket, annyian vannak a solymáriak, hogy elhelyezési gondjaink már most is vannak. Itt tantelem. Is nő a gyerek létszám? Nő a gyerek létszám, folyamatosan nő, bár ezt én már láttam 2013-ban, hogy előbb-utóbb tantelem gondok vannak, és ugye már tavaly beütött a klakk, és most ugye ott tartunk, hogy az iskola
B épület itt a alsó tagozatos kornak elhelyezve bővíteni szükséges, mert nem férünk el. Már itt is szükségtantermeket alakítottunk ki, ott az ebédlőt lecsökkentettük, egy tanterem kialakítása véget, de most már elkövetetlen az építés. Kaptak erre valamilyen ígéretet az önkormányzattól? Hála Istennek, nem csak az önkormányzattól, hanem kormány döntés is született róla, még tavaly, hogy 400 millió forinttal járul hozzá a kormány ehhez az építkezéshez, bővítéshez. Az önkormányzat a saját önrészét most folynak a önkormányzati döntések ezügyben. Megkötésre került a megállapodás a nemzeti sportközpontokkal. Lényeg az, hogy az önkormányzat elkötelezett a bővítés mellett. Mikorra várható ez? Önkormányzat öt bizottsága együttesen ülésezett e témában, hol tart ez a projekt. A hozzám föltett kérdés, hogy mikor lenne jó az építkezés megkezdése. Én ugyanezt mondtam, minél hamarabb. Egy biztos, hogy lehetőleg kevesebb tanévet bontsunk szét azon, hogy gyerekeket el kell helyezni egy tanéven keresztül, és ha megkezdik az idén az építkezés, és jövő tanév végére, augusztus 31-ig használatba tudjuk venni az új épületet, az nekünk nagy örömet jelentene, szervezés szempontjából is, meg hát végül is a látványtervek alapján azt mondom, hogy ideális iskola lenne. Említette a B épületet, de hát ugye az iskola nevében benne van, hogy alapfokú művészeti iskola, erről is kérem, hogy mondjon egy pár mondatot. Igen, több tanszakkal működünk, itt a fúvós, ütős, népi hangszer, társastánc, ezek a tanszakok működnek, illetve a pengetős gitár tanítás is folyik. Még jobban érezd ezt a ritmust, próbálj meg egy egyenletes tapsolással rá, jó? Figyelj, halkan énekel, egy, két, rajta. Már egy hüttyú nyírfa a réten, virágkültös nyírfa. És most a nyújtott ritmus, tándi nyírfa a réten, tándi nyírfa a réten. 300 körül van itt is a gyerekek létszáma, az általános iskolában pedig a 480. Tehát lassan kinőjük az látszik az épületet. A művészeti oktatás a délutáni órákban, az általános iskolai tanítás befejezését követően ebben az épületben folyik a művészeti oktatás. Ugye délután felszabadulnak a tantermek és el tudjuk őket helyezni. Tehát azok a gyerekek járnak a művészeti iskolába is, akik itt tanulnak délelőtt, délután átmennek mondjuk Tóba tanfolyamra vagy Ütőgardonra? A művészeti iskola létszámának a 70-80%-a ebbe az iskolába jár, a összes többi pedig a környező településektől jár, illetve a Klébiből is vannak itt zenés tanulóink. Említette, hogy milyen a kapcsolata a gyerekekkel, azért azt is meg kell kérdezni, hogy milyen a kapcsolata a szülőkkel, mert sokszor a gyerekkel könnyebben szót ért az ember, mint a szülőkkel. Nem mondhatnám, hogy rossz kapcsolatunk van a szülőkkel, sőt, kollégáimat is arra kérem osztályfőnöki kollégáimat, hogy amikor szülőteket tartunk, akkor lehetőleg a teljes képben legyenek a szülők az iskolát illetően, de mi is a szülők elvárásait illetően, hogy ne legyenek ilyen irális kívánságaink egymás felé, mert az egyáltalán jó vért szül. A szülői munkaközösséggel én személy szerint tartom a kapcsolatot szükség szerint, de minimum fél évente egyszer találkozunk, ahol ugye tájékoztatom őket az elért eredményeinkről, terveinkről, akár a tanév munkaterve az nélkülük, az soha nincs beindítva, de akármilyen javaslattal jönnek, azt is meghallgatom, és a végrehajtható természetesen. Nagy segítségünknek vannak a szülők, mert itt akár a kirándulások kapcsán, mert az egy önerős általában, mert központi forrására nincsen biztosítva, de ugyanezt tudom mondani a nemzetiségi tánc esetében is, ahol az alapítvány segítségén kívül a szülők is hozzájárulnak ahhoz, hogy a formaruhák meglegyenek, amikor fölépnek a gyerekeink. Említette a beszélgetés elején, hogy 2017-ben jár le a mandátuma. Gondolkozik-e már a folytatáson? Mert azért azt gondolom, hogy az oktatás az a terület, ahol hosszabb kifutása van annak, hogy valaki ténylegesen komoly eredményeket tudja felmutatni, vagy a pedagógiai programját végig tudja vinni. Ez így igaz, hogy egy ciklus alatt ezt nem lehet megcsinálni, ezt megint csináljuk a 1992-ben indult igazgatói ciklusomra,
ott a másik ciklus végére tudtam azt mondani, hogy igen, ez a tantestület most már az, akit én elképzeltem, ez a program az, amit én elképzeltem. Hát egy ciklus alatt lehet előkészíteni, illetve megkezdeni egy programot. Két ciklus kell az, hogy tényleg ki is forjon. Hát az a teljes igazság, jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy nekem a ciklusom végével bekövetkezik a öregségi nyugdíjkorhatárom is. Tehát jelen pillanatban nem tudom folytatni, ha akarom, akkor sem. Uh-huh. Azon gondolkodom, hogy egyáltalán milyen változások lesznek, és ha lesznek pozitív változások, akkor folytatom-e, vagy nem. Jelen pillanatban így vagyok, hogy vagy a következő tanév még, vagy ráteszek még azért, hogy végig tudja mind, amit én elképzeltem, hogy de már most is azon dolgozom, hogy a lehetséges utódom majd na, mondja azt, hogy úgy hagytam itt az iskolát, hogy szana szét, hanem tényleg előkészítve. Arra van egyébként módja, hogy valakit felkészítsen, felépítsen, ahogy szokták mondani. Van módom is, van módom is, és ha ütezi tevékenykedő is ez irányban, akár a helyetteseim kinevelése, akár egy leendő igazgató kinevelése. Ezt az előző ciklusomban is így csináltam. Büszkén mondom, hogy a volt iskolám vezetője az annak idején még nálam volt gyakorlaton, mint jelölt, és most vezető, akit én kapacitáltam többek között a közoktatás vezetői szak elvégzésére, és tehát én nekem pozitív tapasztalataim vannak, ki kell nevelni mindig az utódokat, nem kell féltékenynek lenni, valahogy esetleg valaki majd lép a helyére. Próbáljuk megelőzni, hogy ne is alakuljon ki tanulási nehézség. Ennek érdekében minden első osztályos gyermeket szűrünk, természetesen szülői beleegyezéssel, és az alapján döntjük el, hogy ki az, aki részt vesz a fejlesztésben. Ez azért fontos, mert más iskolákban csak azokat fejlesztik, akiknek papírjuk van. Mi meg olyan gyerekekkel is foglalkozunk, és fölvállaljuk a fejlesztését, akinek még nevelési tanácsadóban nem volt. A teljesség igénye nélkül a szűrés alatt mit kell érteni? 6 részterületet nézzünk, téri orientáció, vizuális észlelés, nem tudom, hogy a nézőknek ez mit mond, mondatértés, beszédhanghallás, írásmozgás, ezek rövid tesztek, de nagyon jól prognosztizálnak előre, hogy mi várható esetleg, és az első évfolyamon megismételjük ezt a szűrést fél évkor, mert aki addig behozza a hátrányát, amivel jött, akkor onnantól kezdve nem fejlesztjük, és évvégén ismét szűrjük őket, és Ez mennyire személyre szóló? Tehát akinek csak térérzékelési nehézségei vannak, annak csak azt a területét fejlesztik? Ez teljesen személyre szóló, mert a szűrés után mindenkivel egyénileg döntöm el, hogy milyen fejlesztésre szorul. Lehet, hogy valaki csak az alapozó tornán vesz részt, hogyha idegrendszer éretlensége van, és akkor az a tornaórák keretében oldódik meg. Ön egyedül végzi ezeket a feladatokat, vagy fejlesztő programot? Vagy kollégákkal? Ebben az évben egy kolléga besegít 8 órában, de eddig egyedül végeztem. Ebben a tanévben hány növendékük van? Hát én az alsó tagozattal foglalkozom, és 44 gyereket fejlesztek, ebből 22 papíros gyerek van, és de 44 gyerek vesz részt fejlesztésben, ez heti 2 alkalom minden gyerek esetében. Sok vagy kevés ez a szám? Szerintem sok. A Maxner módszer maga egy olyan olvasástanítási módszer, ami egy prevenciós módszer, egy megelőző módszer. Más módszerek is ugyanezen az elven alapulnak, hogy a szintetizáló, hanganalizáló módszert használják az olvasásukban. Annyi a különbség a Maxner módszerrel, hogy egy nagyon tudatosan felépített betűtanítási sorrend van, késleltetett az írástanítási módszere, mert az az elve, hogy egy betűt tanít meg a gyermeknek, nem 3-at egy órán, ugye, mert megtanulják más módszerrel a kis nyomtatottnak a párját, a nagy nyomtatottat, illetve aznap még írni is. A Maxner módszer csak a kis nyomtatottat tanítja meg, később, amikor az már rögzült, utána kezdi el az írott párját, és a második félében kezdi el a nagybetűket. És a 3 asszociációra épít, hogy egy betűnek a hangját, a kimondását, a látását, tehát hogy ezt összekapcsolja az érzékszerveknek a bevonásával. Ami még itt a Maxner módszerhez nálunk minden tanár fölvette, most már kidolgoztak egy kiegészítő módszerét, a Zenezőrej nevezető módszer, ami egy picit a gyerekeknek még érdekesebbé teszi az olvasástanítási munkálatokat vagy projektet a számukra. A feladatköröm a mindennapi működésnek a megszervezése,
hogy az órák, a mindennapos délelőtti, délutáni foglalkozások, ideértve a napközit is, a napközi is hozzám tartozik, rendben működjön, lezajlódjon. Ha valaki hiányzik, akkor a helyettesítésekkel foglalkozom. Ezen kívül a szakmai munkának, az alsó tagozat teljes szakmai munkájának a szervezése, belső továbbképzése, külső továbbképzések szervezése, szaktanácsadói igénybevétel, nagyon sokat megyek a kollégákhoz órát nézni, ezeket közösen megbeszéljük, szakmai munkaközösségi értekezleten. Én vagyok az, aki látom, hogy elsőtől negyedikig mi az, ami nagyon jól megy, meg kell erősíteni a kollégákat, hiszen mindenkinek jól esik a dicséret, és ahol esetleg fejlesztendő terület van, ott összedugjuk a fejünket, és igyekszünk hatékonyabbá válni. Ezek mind-mind az én feladatom, ez egy nagyon szép feladat, azt gondolom, és nagyon szerteágazó, képben kell lenni, szakmailag is, törvényileg is, úgyhogy nem könnyű. Nagyon jó a munkaközösségünk, az alsós munkaközösségünk, nagyon sokat dolgoznak a tanítónénik, a gyerekek életkori sajátosságaiból kifolyólag állandóan a gyerekek között vannak. Igazgatórat is kérdeztem, de gondolom, hogy önnek is azért van kapcsolata a szülőkkel, de sokszor a szülőkkel nehezebb kapcsolatot tartani, mint a gyerekekkel vagy a kollégákkal. Hogy tapasztalja? A mai szülő más, mint eddig volt, elfoglaltabb, nagyon sokat dolgoznak, reggeltől estig, amikor hazaérnek, akkor már egy fáradt gyereket kapnak, 8-tól 4-ig, 5-ig itt vannak a gyerekek az iskolában, és hát nagyon nehéz szülői felelősség és az iskola felelőssége, ki kire hárít, valahogy kompromisszum együttműködéssel kell megoldani, hiszen a gyerekek tudása, eredményessége a cél. Hát egy fáradt gyereket bizony nehéz otthon elővenni, hogy tanuljál, kisfiam. Inkább olyan gyakorlás, foglalkoztatás kell, amikor mesélnek, beszélnek, a szóbeli kifejezőkészségüket fejlesztik, a játékban a játék kultúrájuk, a kudarcszűrő képességük. Tehát mind-mind olyan készséget, képességet kellene a játékkal fejleszteni, amire itt az iskolában mondjuk kevesebb idő jutna. Azt hallottam, friss hír, ugye a Klik leendő átszervezése vagy kiszervezése kapcsán hangzott el ma éppen, hogy a gyerekeknek nem kell már délután, este házi feladatot írniuk, és hétvégére sem adhatnak fel házi feladatot. Ez segíthet? Ez eddig is így volt, hogy a hétvégére szünetre nem adtunk. Elvileg, de nem adhattunk föl, igen. Tulajdonképpen most, ha belegondolunk, egy gyerek az iskolában többet van, többet dolgozik, sokszor, mint egy felnőtt. Ugye 8-tól 5-ig itt van, és akkor, ha hazamegy, még akkor tanulnia kell. Hát nem biztos, hogy az idegrendszerük ezt bírja. Biztos, hogy nem bírja. Igen, igen. És a felkészülés, azok a gyerekek, ahol van egy olyan generáció, nagymama a család mögött, aki haza tudja vinni, és otthon tud délután nyugodt körülmények között tanulni a gyermek, azoknak ez az előnye. Hogy nem a közösségben, a zsúfolt napköziben esetleg, hanem egyedül tud felkészülni. Ahol pedig dolgoznak a szülők, ott meg kell érteni, hogy az iskolának egyre nagyobb feladatot kell fölvállalnia, és úgy kell szervezni, olyan tanulás szervezési eljárásokat, megsegítéseket kell a gyerekek érdekében, hogy tényleg minél kevesebb házi feladatot vigyenek haza. És nem tartom jónak a hétvégére föladott leckéket, mert a hétvége azért van, hogy pihenjenek. Ha mi is belegondolunk, nekünk is milyen jól esik, hogy feltöltődünk, kikapcsolódunk. A gyerek meg gyerek, játszani kell neki. Igazgató említette, hogy önnek rálátása van a iskolai, meg iskolán kívüli programokra is. Mi mondható el itt a Solymár Mária általános iskolával kapcsolatban etéren? Az iskolának nagyon sok rendezvénye, programja van, mivel nemzetiségi iskola vagyunk, nemzetiségi község vagyunk. Ez a fő profilja az iskolának, a hagyományok ápolása. Tulajdonképpen én valakitől azt hallottam, hogy nem is ápolni kell a hagyományt, hanem meg kell élni. És ez nagyon igaz, és ennek a cél érdekébe teszünk mi. Nemzetiségi táncosaink a község minden műsorán
rendezvényén föllépnek, táncolnak a szép ruhájukkal, a zenével, nem csak Solymáron, hanem az ország különböző nemzetiségi településeire mennek és részt vesznek kulturális rendezvényeken, sőt külföldön is, fesztiválokon is fellépnek, tehát ezt a vonalat nagyon erősítjük. Ez mellett a művészeti iskolában társastánc oktatás is folyik, és a társastáncosok is egyre több programban tudnak részt venni. Ezen kívül nagyon sok versenyen veszünk részt, a környező területi országos versenyeken is elég szép eredményt értünk el, és próbáljuk a gyerekeket múzeumba, színházba elvinni, hogy ha a szülőkkel vagy a családban nincs erre lehetőség, minél több inger érje őket, tanuljanak, kihelyezett órákat tartunk, nagyon jó a kapcsolatunk a múzeummal, a könyvtárral. Minden osztálynak megvan a saját programterve, amit a szülőkkel elfogadtatnak.